Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és a mai videóban 10 olyan dolgot szeretnék bemutatni nektek, amelyek szerintem hiányoznak a Minecraft hamarosan megjelenő 1.15-ös frissítéséből. Remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó, és szerintem akkor vágjunk is bele. Az 1.15-ös frissítés leginkább a méhekről szól, de szerintem bekerülhetne egy másik új mob is a játékba, amely a méhekkel állna kapcsolatban. Ez pedig nem más, mint a barna medve. Igen, tudom, ez a mob ötlet már szerepelt a másik sorozatban, de úgy gondolom az 1.15-ös frissítés lenne a legjobb alkalom arra, hogy betegyék ezt a mobot a játékba. Ráadásul ezúttal néhány olyan ötletet is kitaláltam, amelyek összekapcsolják a barna medvéket a méhekkel. Vágjunk is bele! A barna medvék főként a tajga biomban spónolnának, de emellett minden olyan biomban is, amelyben méhek is spónolhatnak. A játékossal szemben semlegesek lennének, tehát egészen addig nem támadnának meg minket, amíg mi sem támadjuk meg őket. Ez alól kivétel, ha az adott barna medvének kölykei is vannak, ilyenkor ugyanis automatikusan megtámadja a játékost. Ebből a szempontból tehát ugyanúgy viselkednének, mint a jeges medvék. Emellett minden esetben automatikusan megtámadják a rókákat és a farkasokat, ezzel a való életbeli viselkedésüket tükrözve. Az előbb említett biomokban egy új generált struktúra is megjelenhetne, ami pedig nem lenne más, mint a medvebarlang. Ez egy főként földből és kőből álló domb vagy hegyoldalban generálódó struktúra lenne, és minden generálásnál egy barna medve spónolna benne, néha medvebocsokkal együtt. A barna medvék automatikusan megtámadják a méhfészek és a méhkaptár blokkokat, és megpróbálnak mézet lopni belőlük. Így aztán a játékosnak meg kell védenie a méhészetét a barna medvéktől. Természetesen a méhek sem nézik jó szemmel, ha meglopják őket, így a rajzfilmekből is ismert ikonikus jelenet is bekerülhetne a játékba, vagyis hogy a méhek csoportosan elkergetik a tolvaj medvéket. Ha viszont a medvének sikerül elmenekülnie, elfogyasztja a lépes mézet a léppel együtt, ilyenkor pedig ugyanazt az animációt láthatjuk, mint amit a táplálkozó pandáknál is megfigyelhetünk. A lépes méz mellett szívesen fogyasztanak édesbogyókat is, amelyek még az 1.14-es verzióban kerültek be a tajga biomokba. A barna medvék emellett előszeretettel fogyasztanak lazacot is, akárcsak a való életben, és ez pontosan ugyanúgy működhetne a játékban is. Tehát ha egy víztömegben meglátnak egy lazacot, akkor megpróbálnak benyúlni érte a mancsukkal vagy akár a szájukkal. A barna medvék halálukkor nem dobnának mást, csupán néhány bőrt. Szerintem a barna medvék tökéletesen beleillennének a Minecraft állatvilágába, és mivel nekem ez a kedvenc ötletem a mai videóban, így nagyon remélem, hogy bekerülnek majd a játékba, főleg a mostani 1.15-ös frissítés keretein belül. A következő ötlet ismételten egy új mobbal kapcsolatos. Szerintem ugyanis az 1.15-ös frissítésben bekerülhetne egy új foglalkozású falusi, mégpedig a Beekeeper, vagy az Apiarist Villager, magyarul a méhész falusi. A méhész falusiak valahogy így néznének ki, és ugyanúgy foglalkoznának a méhekkel, mint ahogy a földművesek foglalkoznak a növényekkel. Tehát nem csak annyiból állna a foglalkozásuk, hogy a foglalkozásuknak megfelelő öltözetben járják a falut, mint a legtöbb falusi. A méhész falusiak mézzel és méhekkel kapcsolatos kereskedésekkel rendelkeznének. Mint minden foglalkozással rendelkező falusinak, a méhész falusinak is lenne egy munkaállomás blokkja, ez pedig a méhkaptár blokk lenne. A méhész falusi azonban csak olyan biomok falvaiban spónolna, amelyekben alapból a méhek is spónolhatnak, tehát például a sivatag vagy a havas tundra biomokban lévő falvakban biztosan nem találkoznánk velük. Szerintem ez is egy baromi király ötlet a Minecrafthoz, és örülnék, ha viszont láthatnám az 1.15-ös frissítésben. A most következő ötlet már kifejezetten a méhekkel kapcsolatos. Ez nem is igazán egy újítással kapcsolatos ötlet, sokkal inkább egy meglévő jelenség javítása. Nem tudom mennyien tudjátok, de jelen állapotukban a méhek csapatban képesek legyőzni a Withert és az Ender Dragont. Ez annak köszönhető, hogy támadásuk során méregeffektet tesznek az ellenfelükre, amely pillanatok alatt képes levinni az áldozat életerejét. Szerintem azonban teljesen logikátlan, hogy a játék két fő boss mobját is simán képesek megölni ezzel a módszerrel. Szóval nekem az lenne a javaslatom, hogy valahogy oldják meg a két boss mesterséges intelligenciájával, hogy képesek legyenek megvédeni magukat a méhek ellen, és ha kell, akkor másodpercek alatt képesek legyenek megölni őket. Beszéljünk még egy kicsit a méhekről. Azt már bizonyára sokan tudjátok, hogy amikor megtelik a kaptár mézzel, akkor elkezd csöpögni belőle a méz, és ilyenkor egy üvegpalackkal begyűjthetjük azt. Szerintem azonban lehetne egy másik, automatizáltabb módja is a méz begyűjtésének. Szerintem baromi ötletes lenne, ha kaptárral látett üstökkel összegyűjthetnénk a kaptárból kicsöpögő mézet.
Természetesen nagyon sok időnek kellene eltelnie ahhoz, hogy az üst megteljen mézzel, de ha megtelik, akkor három üvegpalack segítségével az összes mézet begyűjthetjük belőle. Szerintem ez egy nagyon kreatív ötlet a mézgyűjtéssel kapcsolatban, és nagyon remélem, hogy a fejlesztők is így gondolják majd, és beteszik a játékba még az 1.15-ös verzió megjelenése előtt. Folytassuk továbbra is a méhekkel. Akármennyire is aranyosak a jelenlegi kinézetükkel, szerintem mégis van valami, amin változtathatnának. A méretük. Véleményem szerint túl nagy a jelenlegi modelljük, és örülnék, ha ezen változtatnának. Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha a kifejlett méhek megkapnák a baby méhek jelenlegi méretét, és a baby méhek pedig még kisebbek lennének. Tudom, hogy ez egy jelentéktelen változtatás lenne, de szerintem a méhek jelenlegi mérete abnormálisan nagy a többi mobhoz képest. Legalábbis én biztosan félnék a méhektől, ha majdnem akkorák lennének, mint a fejem. Sajnos azonban több mint valószínű, hogy ezek a változtatások nem fognak megvalósulni, ugyanis a szeptemberi Minecon-on a fejlesztők kijelentették, hogy elégedettek a méhek jelenlegi méretével, és nem szeretnének módosítani rajta. A most következő ötlet egy új dekorációs itemmel kapcsolatos, amely lekraftolásában természetesen a méhek is nagy szerepet játszanak. Íme a viaszgyertya. Ezt egy új anyagból, a mézviaszból lehetne lekraftolni, és itt jönnek képbe a méhek. A viaszgyertya dekorációs célokat szolgálna, hiszen sokkal szebb látványt nyújt egy viaszgyertyákkal kivilágított ház, mint egy fáklyákkal kivilágított ház. A viaszgyertya ugyanannyi fényt bocsájt ki, mint a fáklya, de egy idő után elolvad. A fáklyával ellentétben a viaszgyertya csak blokkok tetejére tehető, a falra nem. Hogyha harc közben a másodlagos kezünkbe tesszük, akkor 10% eséllyel meggyújtja a megütött mobot, de ilyenkor 5 használat után elolvad és eltűnik az inventorinkból. A következő ötlet bemutatásához visszatérünk a méhekhez. Őszintén szólva, nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy tényleg szeretném-e látni ezt az ötletet a játékban, de alapvetően nem tűnik rossz gondolatnak, ezért mégis bent hagytam a videóban. Mostanában a Mojang szeret egyre részletesebben kidolgozott mobokat hozzáadni a játékhoz. Vegyük példának a pandákat vagy a rókákat, amik nagyon sokrétű, összetett moboknak minősülnek. Úgy gondolom, a méhek is összetettebbek lehetnének a jelenlegi formájukhoz képest. Mi lenne, ha a való élethez hasonlóan a Minecraftban is tánccal kommunikálnának? Akárcsak a valóságban, a Minecraftban is használhatnának körkörös alakzatú táncokat, hogy a falusiak pletykálási mechanikájához hasonlóan információkat osszanak meg egymással. Ezáltal, ha például egy méhecske felfedez egy új virágot, akkor hazamegy és a méhtánccal tudatja a többi méhecskével is, hogy hol található az a bizonyos új virág. Ezzel a játékmechanikával még számtalan más információt cserélhetnének egymással, és szerintem összességében nagyon jól passzolna ez a mob tulajdonsága játékba. A most következő ötlettel még szintén nem barátkoztam meg teljesen, de alapjában véve ez sem egy rossz gondolat. Szóval arra gondoltam, hogy jobb lenne, ha a méhek csak akkor válnának agresszívvá, ha a játékos a fészekből vesz mézet. Ha a kaptárból vesz, akkor nem. Azért nem értek egyet teljesen ezzel az ötlettel, mert ez drasztikusan csökkenteni a tábortüzek és azok füstjének szerepét a méhészkedésben. Ugyanakkor valamilyen szinten logikusnak tartom, hogy a játékos által készített kaptárban lakó méhek barátságosan viselkednek a játékossal szemben. A következő ötlet a honey blokkal, azaz a maze blokkal kapcsolatos. Aki egy kicsit is kísérletezett már ezekkel a blokkokkal, az bizonyára tapasztalta, hogy több szempontból is hasonlítanak a slime blokkokra. Erről eszembe jutott, hogy tök jó lenne, ha a mézes palackokat összekraftolhatnánk egy pisztonnal, ahogy a slime-ot is összekraftolhatjuk egyel. Így egy új piszton variánst kaphatnánk, amely a méz tulajdonságait használva rengeteg lehetőséget nyitna meg a játék redstone-os területén. Szerintem ez egy baromi jó újítás lenne, és biztos vagyok benne, hogy a redstone kedvelő játékosok is örülnének neki. Korábban már beszéltem arról, hogy a pandákhoz és a rókákhoz hasonlóan a méhek is kaphatnának még néhány egyedi, összetettebb tulajdonságot. Arra gondoltam, hogy a pandákhoz hasonlóan a méheknek is lehetnének különböző személyiségeik. Az első típus természetesen a mostani normál méhecske típus lenne. Ezeken kívül azonban lehetnének például lusta méhek, amelyeknek álmosabbak a szemeik, lassabban repülnek, néha neki mennek blokkoknak, repülés közben elalszanak és leesnek a földre, és alkalmanként virágokon is elaludnak. Aztán lehetnének játékos méhek, amelyeknek vidámabb az arcuk, nincs fullánkjuk, sosem támadják meg a játékost, néha maguktól követik a játékost, és gyorsabban repülnek, mint a többi méh.
Bekerülhetnének agresszív méhek, amelyek annyiban különböznek a normál méhektől, hogy folyton ellenségesek a játékossal szemben. Még azt is el tudnám képzelni, hogy ezek az agresszív méhek kizárólag a szavanna biomokban spónolnak. Létezhetnének extrém ritka lila méhek is, amely egy utalás lenne a való életben is létező lila méhekre. Ezek a méhvariánsok párhuzamba hozhatóak a barna pandákkal, amelyek szintén léteznek a való életben is, és szintén extrém ritkák a valóságban is, és így a Minecraftban is. Szerintem baromi király lenne, ha a méhek területén is hozzáadnának valami változatosságot a játékhoz, hiszen ez már a pandák esetében is nagyon jól működött. Nos, ennyi is lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszettek nektek ezek az ötletek, és hogy ti is szívesen látnátok őket a játékban. Ha tetszett nektek ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és ne felejtsétek el megosztani az ismerőseitekkel, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!